elképesztő és fantasztikus érzés, és annyira jótak voltak. Jó volt, nagyon jó volt. Itt fantasztikus előadók vannak, fantasztikus dalok vannak. Az ember nem lett, igaz, nyilván biztosak vagyunk magunkban, mert akkor nem zenélnénk, meg nem csinálnánk a dolgunkat. Tehát ez más hangulat, tehát én is íremegeket, annyikor szeretem részlettül, mert hogy elképesztő, úgyhogy. Hú, megmondom őszintén, hogy talán életemben nem izgultam ennyire, mint most. Szóval nagyon nehezen tudtam elénekelni a dalt, szóval végig harcoltam ezt a 3 percet a színpadon. Egy jó és egy rossz alak harcolt az álmomban, és hát nekem nagyon tanulságos, azt szültem le belőle, hogy mindenkiben munkálkodnak jó és rossz energiák, viszont a döntés az rajtunk múlik, hogy merre megyünk el, és egy pillanatnyi döntés is meghatározhatja az embernek az egész életét. Milyen volt, hogy értékeled? Hát 3 percben nehéz bebizonyítani egy ország számára, hogy ez a megfelelő dal, és ez egy olyan dal, ami megérett az európai megmérettetésre, hát nem tudom, ennyi időm volt rá. Szerintem, hogy nagyjából sikerült. Maga a regi az már igen régi, tehát a 60-as 70-es években is divat volt. Hál' Istennek most felkapták egy kis poppal és egy kis R&B-vel fűszerezve. Feel the music, ezt tudnám üzenni mindenkinek. Hogy valahogy próbálják meg érezni a zenét, és nem arra figyelni, hogy éppen ki énekli, ki az előadó csukott szemmel. Próbálják meg megítélni, ez a dalok versenye tényleg nagyon-nagyon fontos. Ezután megyek fellépni. Az elkövetkezendő két hét arról fog szólni, hogy ugyanilyen leszek. Ennyi. Köszönjük szépen, viszontlátásra, találkozunk a jövőben.